Ami nagyon érdekel, hogy hiszen hogy ez egy világ, hát nyilván maga írja mindent, megfigyel, leír, mindent megszűr. Ugye a műterem ablaknál is a papír, a két, tehát hogy ez egy szűrt tehát világ. A homályos üveg. Ez egy homályos üveg, ugye minden meg van szűrve, de igazából ennek az a lényege, hogy itt viszont be nem kell szűrni, mert ide nem szólhat bele senki. Tehát a naplójában... Semmiben nem szólhat bele senki. A megszűrés az... annak az az izgalmas fázisa, amíg eljutok az őszintességig és a fontosig. És ezért jó az írás, mert egyre absztraktabb, egyre világosabb és egyre kevesebb szerencsés esetben az önáltatás. De mondjuk pont egy naplónál bennem az merül, hogy felolvasok írók naplóit, rengeteg hozzáférhető mondjuk a Digitális Irodalmi Akadémián, tehát csak rákeresünk egy-egy íróra. De hogy a napló magában az a műfaj, amit ugye én írok le, és eltelik 100 év, és az már egy irodalomtörténeti dokumentum lehet, hisz ugye le van írva, de ami benne van, az nem feltétlenül igaz. De mégis abból fog kiindulni majd 100 év múlva egy kutató, hogy ez most le lett írva. Tehát, hogy eljut az őszinteségig, de az írásnál maga mindig őszinte? Tehát, vagy arra törekszik, vagy ez egy törekedés, vagy ez egy tény volt olyan, hogy magát fülöncsinte, hogy tehát van olyan, hogy átírok, mert ugye a számítógépnél megnyomok egy gombot, az törlés. De hogy volt olyan, ami bennmarad, nem tud aludni tőle, máshogy akarja megint, tehát van ebben változás, változtatás? Figyelj, az nem az én feladatom volt, de hazahoztam egy papírzacskóban 4 kiló krumplit, és betettem a helyére, és az már a struktúránban nem az én munkám lett volna, mert zavarom is esetleg, hogy rossz helyet teszem. De mégis a helyre tettem, és a barnazacskot kidobtam, és utána, hogy megdicsértem magamban, hogy ilyen rendes srác vagyok. És egy perszóra kaptam észre, hogy dehogy, a barna papírzacskó ronda volt. Az ember azonnal hazudik magának, elsőben megdicséri magát, és átadja magát, és baromi nehéz eljutni a valami őszintességig. Ennek ez az agyjátéka. Azt hiszem, ami a 400-an olvasnak naponta, hogy dicsekedjek. Ez a legfőbb értéke, azt hiszem, hogy ez érződik, hogy nagyon igyekszem. Tök nem értek rá, hogy elolvassál, bocsánat. Szóval magammal van a dolga. Bocsánat, hogy nem érdekli, hogy elolvassák el? Örülök neki 10 percig, de tök nem érdekes. Hát, hogyha valaki ingyen adja a könyvét, igen. Több száz embernek, hát akkor azért szeretném, hogy elolvassák. Nem. Tehát szerintem ez fontos, nem? Nem, hát ez az eddig tart az én munkám. Az, hogy ingyen adom a könyvet, az pedig egy valami racionális számítás következménye. Számjon utána. Ez a könyv 5000 forintért árulják. Nekem, amit kifizettem darabonként, 9400 forintba került. Ha én ezt 5000 forintért eladom, azonnal veszítek 4400 forintot. Úgyhogy sokkal jobb ingyen adom. Kérdés, hogy ki és hogy árazta be 5000 forintra? Én, mert valamit kellett mondani, tök. A legutóbbi könyvemet hülyeskedésből azt hiszem 2200 forintra mondtam, mert ezek a bosszantónak, ezek a 2999, és ezt már láttam 40 éve Franciaországban, ez ilyen bejön, de gusztustalan. Szóval erre volt. Hogy értél gusztustalan? Ez szerint, hogy na most akkor kettes van az elején, akkor egy kicsit többen megvásárolják. Szóval, Istenem. Amikor itt tudtuk 3 éve, 2015. decemberében, és a versek... Azt kicsit szégyellem, azóta is. Hogy érti? Ugyanazt, amit most kérdezni szeretnék, vajon? Tessék. Itt ültünk, beszélgettünk, és akkor kértem, hogy olvassak, vagy mondjon egy verset. És ugye nem saját verset mondott, pedig nyilvánvalóan arra gondoltam, hanem egy Zák Zoltán. Zák Zoltánról mindjárt egyébként beszélhetünk is egy picit. És utólag mondta is, mert ugye nyilván az embernek nincs minden Zák Zoltán verse fejébe, de hogy mondta is, és akkor azon gondolkoztam, hogy van egy ember, aki nagyon sok mindent megmutat,
És egyébként, hogy felmegyünk az interneten, biztos sokan nézik ugye a deske.hu-t, tehát hogy olyan precíz, nagyon áttekinthető, precíz rendben ott van minden, a grafikák, a naplók, az interjúk, a versek, azok, akiket olvas, elvigyelked, ezek azok, amik a saját versei, tehát hogy megmutat mindent, és ha itt ül közönség előtt, akkor mégsem vállalja magát, mégsem mondja a sajátját. Egyébként arra rá is akartam kérdezni, hogy ezt miért csinálja? Kicsit többet csaptam magát, szóval kicsit ízléstelen poém volt. Így készültem, mert mai napig nem rendeztem, mert egy kicsit túllövése volt a létnek, hogy tőlem a kezed egy ilyen kötetet kiadni. És egy alkalom volt arra, hogy azt mondjam, hogy bocsát, az Erdi Zoltán egy nagyon nagy költő is, hogy ezt valahogy ott is el tudja mondani. Nem volt igazán illedelmes dolog, vagy helyes dolog tőlem, ezért történt. Nem is gondolom, hogy engem, én ezt nem vettem magamra, hanem azt gondolom, hogy ez egy mozdulat, ez egy gondolat volt magától, hogy nem volt sajátod. Tehát, hogyha most megint visszavonulok a műtermére, ahol találkoztunk pár hete, akkor néztem, hogy mi van az ág mellett. Tehát mi mondjuk az a könyv, ami ott van fixen. Az egyik az Erdi Zoltán volt, azt hiszem az volt, hogy egy kitámasztva, kinyitva, belejelölve, aláhúzva, tehát igénybe véve, feldolgozva az a könyv. Ha itt is saját maga helyett egy mestert, egy példát, egy... Nem példa, egy nagy ember. Egy nagy embernek a verseit mondta a sajátja helyett, akkor magát hátra teszi, vagy pedig őt akarta kiemelni. Tehát én nem gondolom, hogy ellenem szól, de hogy ő annyira fontos, hogy a saját verses kötetének a bemutatóján is inkább őt mondta, vagy pedig nem, a saját szét, nem szerette volna. Egy kicsit szégyeltem a szituációt, és hogy ő elmondja a saját versét egy jó festő és egy rossz költő. Van olyan vers, amivel elégedett? Persze. Hány verse született eddig? Azt tudja fejből? Azonnal meg fogom számolni, nagyság lenne. Ja, végre egy dolog, amit nem tudott Pári Dezső, pedig nála rendszeresen ebben nem ismerek. Nagyság lenne 150. De loptam a gondolatot, és nem is sejtelenül az Oravectől, akinek kiderült, hogy két-három próza mondat, ha úgy meg van fogalmazva, az versnek számít. Az Oravectnél elhiszem, és most már magamnál is. Betettem a kiadó fiúni, mert azt mondta, hogy utolsó pillanatig ki akarta venni a kötetből, hogy is volt ez az utcán, hogy utcán vagyok, hogy de gyönyörű melle van annak a lánynak, a utca túloldalán, dicsőség neked, Uram. És ezt bevettem, mint verset, nem biztos, hogy helyes. De szóval, hogy így értem, hogy egy nagyon koncentrált gondolat, aminek linearitása van, illetve mozgása van, és valahonnan alap elő, azt udvariasságból, magam iránt udvariasságból kineveztem versnek. A honlapon ugye van egy ilyen pont, hogy verstár. Megnéztem, hogy kitől van a legtöbb. Van akitől csak egy-egy, mondjuk Nagy Lászlótól három vers van. Nem olvasom egyáltalán, igen. Azokat nem olvasom, azokat föltettem, mert szereti őket? Nem, valahogy elém került, és nagyon jó, és föltettem. De nem tudom, bocsánat, de Franciaországban és Új-Zélandban is olvasnak. És az a verses kötetekhez még egy pár éve nem lehetett ott hozzájutni. Ma már az interneten, igen. Igen. De hát ebből látja, hogy tényleg kiket szeretek. Meg hát egyébként ez egy válogatásom. Ez egy egyedi válogatás. Ugye Orwell Imrét most említetted, na tőle nagyon sokan. Aki még nagyon jelentős, ugye az Erdi Zoltán, akiről szintén beszéltünk, és a könyv ott van az ágya mellett. Ügyes, jó. És nézzem még, hogy ki volt, aki a legtöbb. Petri, Váradi Szabolcs és Rakowski Zsuzsa. Ők azok, akiket most kiemelne, hogy maga szerint mondjuk a 20. századot, a 21. századot a leginkább leírják? Tehát őket ajánlja nekünk olvasni? Nem, ezeket ajánlom olvasni, hogy kik a fontosak, nem tudom, mert nem olvasok mást. Tehát nincs semmi tájékozottságom. Az I.S. Gyulát kifelejtettük, aki színűnek vagy én, ami nagyon fontos. Nem vagyok érdeklődő típus. Szóval nem akarom a sajnos, vagy nem vagyok rá alkalmas, vagy tehetségem, vagy időm, hogy kortársakat ismerjem egyébként, szóval tájékozódjak. Erre nincs időm és energiám.
ilyen tökéletesen kielégített a három ember. Gondolom valószínűleg halálom még. De lehetett találni még egy olyan embert, aki szintén egy olyan élményt tudna adni a fiatalok közül, mint mondjuk Zárd Zoltán. Tehát nincs egy ilyen hiány, hogy esetleg még kiegészíteni ezt a 5-6-7-et, aki az életét betölti egy újjal? Tehát nincs hiány egy új hangra? Nem vagyok érdeklődő típus. Voltak még pár könyv az ágya mellett, ezekre vagyok kíváncsi, ezek változnak? Vagy mindig ugyanaz van? Majdnem pontosan 20 éve. Igen, az a 20 könyv a könyvtáram, igen. És ki van még ott, mondjuk még kettőt mondjon, aki az van, én az A Szabó Lőrincet nagyon szeretem, most éppen 10-15 éve nem olvasom. A Bilinszky persze ott van, de ma már inkább udvariassával, mert unom. Nem is nagy, aki élő, az nem emlékszem másra hirtelen. Arany János szegényt kidobtam a három kötetet egy-két éve. Bár egyszer már vissza is vásároltam, aztán megint kidobtam. És részben nem tudom, hogy miért annyira jó, részben egy pár versét, egy-kettőt szerettek, de szomorú, és ahhoz nem vagyok, nincs elég lelki erőm. Tehát arra nincs szükségem. Akkor van a gyereke? Nem tudom, mert nem látok odáig, hogy az én gyerekemet. Jó. Ja, és a József Attila ott van udvariassággal. A mi generációnak ő volt az Isten, nem szívesen használom ezt a szót, de ez a legfontosabb. És ő is egy olyan szomorú ember, akihez nincs lelki erőm, nincs szükségem rá. Azt jól láttam, hogy az Ágy Zoltán könyvnek egy ilyen sima fehér papírra be volt borítva, jól emlékszem? Hogy igen. A borító is le van szedve, tehát hogy semmit, amit más. Sőt, nekem van az egyetlen zelköztesem a világon, mert a fő, a két kötetes, az életgyűjtemény, és azt össze-tixóztam egy kötetté. Nem csak a tréfa kedvéért, hanem azért, hogy mindig együtt legyen, és hogy ne kelljen választani, hanem hogy ahol felültem, és az legyen. A Biblia ott van ezen a kis, nekem ez szentélynek tűnik ott az ágyban. Nincsen, nem olvasok. Azt feladatból olvasom reggel az imaórában. De sőt, azt nem is ott, hanem reggelente a hivatalos papi Zsorozsmát olvasom az internetről, és ott az aktuális, hogy olvasom mindig. Ezt szerettem volna kérdezni, mi kellett magának a Bibliája. De hát akkor nincs. Hát nehogy nem, agyom van firkálva, mert amíg nem volt internet, addig azt használtam. Sőt, az elején tele van ilyen nagyon romantikusan, hogy New York, meg Zürich, meg Bécs, meg minden városok, ahol, hogyha ott jártam, és ugye vasárnap is erre kell menni, vagy az ottani evangéliumot tudjam, hogy micsoda, azt eleve azért vittem is magammal. Illetve még nem volt internet, addig Bibliát használtam a reggeli imádkozáshoz. Egy picit még a könyvre visszatérünk. Ugye most beszéltünk a napló részről. Van egy olyan rész, ahol azokról az emberekről van szó, azokról az alkotókról, akik magának fontosak. Az a világ tud-e bővülni? Kriről már nagyon nem, az nem, a helyenség. Tehát, hogy ő egy olyan ember, aki visszatér a munkájával. Hát most megint megszerettem. Rengeteg rossz képét láttam Norvégiában, és az meg a Metropolitan Museumban, és újra fegyelmezni kellett a gondolkodásomat, hogy menjek már én a francba, a főművek a fontosak. Tehát ez a világ tud bővülni? Mert ugye könyvnél most az imént azt mondtam, hogy nem, vagy könyv kapcsán mondta azt, hogy nem érdeklődő. Tehát, hogy nincs egy Simon Marci, vagy nincs egy Závada Peti, akinek egyébként szuper új könyveit elolvasná. Ez mondjuk képzőművészeknél tud bővülni? Vagy ugyanúgy az a 10 ember van, aki nagyon meghatározta a maga világát, akire érdeklődő volt, aki után ezt írta, és ide meg oda ment kiállítást megnézni, és műveket megnézni. Hát most sem megyek feladatból, ami fontos kiállítás. Itt sem vagyok érdeklődő típus. Amikor először mentem nyugatra, másfél hónapra kiengedtek, akkor 110 múzeumot és kiállítást néztem meg, de nem a kortársakat. Szóval ott nagy a szórás a hibára. Ott is van zsenimű nyilván, de nincs idő. Hogy mondtam, túl nagy a szórás a hibára? Nagyon, persze, hát ott egy naponta kb. 8-10 kiáltás meghívót kap, aki szakmabeli, vagyis én.
Hát ezért írtam címkeket, meg próbálkoztam többszörösen is, hogy csinálják vissza, ami a szocialista időben nagyon jó volt, hogy két évenként egy tavaszi tárlat legyen. Ezt botránynak tartom. A szegény Fekete Gyurka most valamennyire visszahozta, de hülyén, mert öt évenként van, csak mert öt évenként közben, vagy mi közben is jöjjön az építészek, meg a népművészek kellenek. A festőknek évente kellene, sokkal többen vannak, és sokkal több a munka. Az egyik legjobb része ennek a kötetnek, ugye maguk a festménye, dokumentálva cím, méret, évszám, és ugye az, kinek a tulajdona. Van olyan kép, amiről nem tudja, hogy hol van? Létezik olyan Váli Dezső kép? 70. Mennyi? 70 körül. De az naponta változik, mert egy aukcióról megkérdeztem a Világi Juditot, egy nagyon fontos ikon falam, hogy bocs, hát hova ment a kép. Azt mondta, hogy nem mondhatja meg. Akkor küldtem egy borítékot és a tulajdonosnak, hogy ajándékozok egy festményt neki, csak mondja meg, hogy hol van a kép, titokban tartom a nevét, de hogy tudja, mert kiállításra kellett. Nem válaszolt, és ez joga van. A harmadik lépésben azt elkérdeztem a Világeditot, csak annyit mondjam meg, hogy Magyarországon van a kép, vagy külföldön. Azt mondta, hogy vagy Magyarországon, vagy külföldön. És igaza van, mert neki ez a dolga. És ez egy rossz érzés, ez zavarja, hogyha van olyan képe, amiről nem tud? Tehát ez ennek az elképesztő dokumentálásnak egy ilyen hibája, vagy egy ilyen hiba, nem a maga hibája, hanem hogy az élettől. Tehát ez egy hiány, amit megél? Nem hiány. Ez is a rendszer része. Én kértem, hogy küldjenek nekem egy Excel-t, ezt Excel-be, ugye, hogy hány... Otthon Excel-ben van, persze. Hogy egyszerűen hány helyen van, mert én még nem is csak az, hogy ilyen részletes dokumentálást még nem látom, valaki ennyire tudja és gondolom nyomon és követi folyamatosan, hogy hol vannak a képei, de hát ez egy egészen elképesztő gondolat is volt magától, hogy sok képet elengedékoz, a szét másoknak ad, hogy élettérben, és így kaptam én is, hogy az életteremben ott legyen. Tehát ebben volt egy naiv a kérdés, de szeretném, hogy kell egy picit beszélni. Tehát ez, hogy együtt éljünk Váli Dezsőben, hogy ott legyen nem csak minden, nem csak sok gyűjteményben, de emberek életterébe a maga által megálmodott vizualitás, akkor ez megint egy magának egy fontos dolog. Tehát ez a munkájának a része, nem csak, hogy megfest valamit és aztán sorsára engedi a képet, hanem hogy magán is dönti, hogy hol, és nagyon-nagyon sok helyen ott legyenek ezek a képek. Azt hiszem, 20 éves koromban olvastam Senecát. És akkor a már elég nagy könyvtáramat egyben kidobtam, illetve ajándékoztam a volt az osztályfőnökömnek. És azóta nem szeretem azt, ami nem feltétlenül szükséges. 84-ben, tehát akkor körülbelül 40 éves voltam, jöttem rá, hogy nem kell megvárnom a halálomat, hogy az otthon lévő 300 képer kezdje működni. Mert nem működik. Úgy nem működik, mint egy frigider, hogyha nem dugták be a konnektorba. És akkor kitaláltam ezt, hogy ezt szét kell ajándékozni. Etettem két szériát, hogy kiállításra mégis legyenek képek. De nálam minden radikalizálódik időnként hibásan is, és aztán azokat is elajándékoztam. És aztán azóta rájöttem, hogy ez egy jó működő szisztéma. Azonnal mondta a mesterem, a drága Sugár Gyuszi, hogy nem fogják megbecsülni, mert ingyen adott. Mondtam, hogy belefér.